Ő itt András. Egy átlagos srác. András szabad ideje túlnyomó részét a számítógép előtt tölti, mert vagy tanul, játszik, vagy valamilyen videóprojektet szerkeszt. Jó ideje foglalkoztatja őt a filmipar, a kérdés az, hogy miért. Ahogy látom, pont most állt fel a géptől, szóval tartsanak velem egy interjúra, ahol megtudhatjuk a választ. Hello! Üdvözlök abban a műsorban, a random embereket kérdezgetünk arról, hogy mit akar a jövőben. Ez hogy? Nem lényeges. Meséljen magáról, András. Hát... a szüleim élnek és... Remek! Uram, már sem rögtött, hogy a filmiparban akarsz tevékenykedni. Mondd el, mi az indítatás? Miért szeretnél annak menni? Hát... ez elég régre nyúlik vissza. Kezdem az elejét. Mint minden gyereknek, nekem is élénk fantáziám volt. Nagyon szerettem a szomszédba játszani nap mint nap. Elképzelhettük azt, hogy kedvenc fantasy filmünk fő karakteré vagyunk azokkal a szupererőkkel felruházva, mint a filmben. Kitalálhattunk saját történeteket saját képességekkel, és elveszhettük a fantázia világ adta lehetőségeket. Ekkor minden gondtalan volt. Ezért is mondhatjuk, hogy a gyermekkor a legjobb időszak az ember életében. Vagy miért pont a filmipar? Visszahoz a számomra azokat az emlékeket, amiket gyerekként átélhettem. Képernyőre tudom vinni azt, hogy én vagyok valamelyik kedvenc fantasy filmem fő karaktere. Egy szóval, amikor valami olyanon dolgozhatok, amit elképzeltem, akkor az visszahozza bennem azt az érzést, mint mikor gyerek voltam. Hogy az élet gondtalan. Ez volna a történet. Aló? Elnézést kérünk a technikai problémákért, véletlen lefogyott a kamera. De végig tudtuk követni a történetet és megtudtattuk, hogy András miért is akar ebben a szakmában tevékenykedni. Mostantól nyomon tudjuk követni a történéseket. Köszönöm, hogy itt voltak velem, viszontlátásra!